Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mik a tervei? Így hívom ezt a jóslást, ami tőlem származik. Itt megnézzük, hogy mik a gondolatai, mit tervez ő, és mi várható a közeljövőben. Ez a felvétel egy személyes jóslás. Kedves Gyöngy, ez a neved így a videón, üdvözöllek téged, és most megnézzük azt, hogy mi várható tőle, mi az, amit ő tervez. A jelenlegi állapotát mutatja itt ez a kép. Az egyes szám arra utal, hogy ő egyedül van, tehát nincsenek kapcsolatai. És ez a kártya jelenti azt is, hogy ő most egy új irányba indul, és hoz döntéseket. Az nem jelenti azt, hogy most ő kialakít egy új párkapcsolatot. Ez lehet a hivatását illetően is. Lehet egy helyi változás is, például egy költözködés. Ami biztos, hogy ő döntéseket hoz, egy új irányba tekint, egy új irányba szeretne lépéseket tenni, tehát vannak neki tervei, de nem tudja, hogy ez hova vezet, mert ez még mindig bizonytalan. És most felteszem konkrétan a kérdés. Mi jelenleg az ő terve, azt ez a kép mutatja. Ez a hamisság a háttérben, a hazugságok. Pontosan ezt szeretné lezárni. Ezen kívül, ezeken a terveken kívül, ahol ő ezeket a hamisságokat tisztázni szeretné, és lezárni szeretné. Mi az, ami neki még fontos a jövőt illetően? Ezt mutatja ez a kártya. Ez a hölgy a kártyán mutat szimbolikusan két dolgot, a zárkozottságot és a nyitottságot. És az ő tekintete, az ő nyitottsága arra vonatkozik, amit mások vele szemben mutatnak. Például, ha te is nyitott vagy arra, hogy találkozzatok, és ő ezt úgy látja, hogy remény van arra, hogy kialakítsatok egy párkapcsolatot, akkor biztos lehetsz abban, hogy feléd tekint. Milyen hatások vannak a környezetében, vagy kik hatnak rá? Ez egy férfi, ez lehet egy bíró, vagy egy ügyvéd, és ez kihat a jelenlegi helyzetére. Mik lesznek a változások, ezt mutatja ez a kép. Itt az érmék az anyagiakra utalnak. Tehát rendezni kell neki az anyagiakat. A 9-es szám itt arra utal, hogy vannak még korlátozások, de úgy ősz folyamáig rendeződnek a dolgok. A kép mutatja az ő nyitottságát arra, hogy ti itt találkozzatok. És az érmék összeállnak a föld elemével, ami a reális dolgokra utal. De a háttérben alszik valaki itt ebben az ágyban, és azt el kell, hogy távolítsuk. Az lehet, hogy ő féltékeny. Vagy arra utal, mint hogy a kártyáknak vannak szimbolikus jelentései is, hogy le kell neki zárni valamit. Esetleg arra utal, hogy téged köt még a múlt, és ezt te belülről még nem zártad le. Ez nem azt jelenti, hogy te látod így a dolgokat,
hanem azt, ahogy ő erről elgondolkodik. Ami viszont fontos megnézni, ezt mutatja itt ez a kártya, hogy ez a férfi mindig ott van a háttérben, és figyel téged. Az ő szemében te nagyon tiszta vagy, és ő csodál téged emiatt a tisztaság miatt. És ezek a kelyhek arra utalnak, hogy neki vannak érzelmei, és ezt fogja is mutatni. Most megnéznénk azt, hogy van-e a háttérben egy hölgy az ő életében. Ez a kártya arra mutat, hogy nincs. Mert pontosan ez, amit ő le akar zárni. Ez neki egy küzdelem volt, és ő lezárja a múltat, vagy mondhatnám, ő ezt már le is zárta. Erre utal ez a kép. Itt egy hölgy látható, de ez mutatja az ő tartását. Tehát számára ez befejeződött. És hogy tekint feléd? Milyen elvárásai vannak? Ezt mutatja itt ez a kártya. Ez a mérleg szimbolizálja a párkapcsolatot, a lelki egyensúlyt. Ez a kártya mutatja azt is, hogy milyenek az ő elvárásai. Ő szeretné, ha te megtalálnád így a belső nyugalmadat, amíg ez a vállás lezáródik. Mert ez a mérleg nem csak a párkapcsolatot szimbolizálja, hanem az ügyvédi dolgokat is, vagy a vállást is. Minden jóra fog fordulni, ezt mutatja itt ez a csillagkép, de ez a híd arra utal, hogy jelen pillanatban ez egy átmeneti időszak. De az, hogy ti boldogok legyetek együtt, ez az irány. És az szerencsét hoz, mert erre utalnak itt a csillagok, szimbolizálják a szerencsét. És mi fog történni? A jövőt ez a lelki kapcsolat mutatja itt, Isten hatása alatt. És pontosan ebbe kell, hogy bízzál, és ezek az ő elvárásai. És ő vissza fog térni az életedben. Ami most kettőtöket összeköt, ez az energiai mező, ezt át tudom váltani számokban, és ennek is van egy jelentése. Ezek a következő számok. A 7-es, a 9-es és a 4-es szám. A 7-es szám a hold energiájával áll összeköttetésben, és az mutatja a vágyakat, az álmokat, hogy ez valóra válik, erre utal a 4-es szám. De ez nem fog azonnal bekövetkezni, mert itt középen van a 9-es szám, ezek a korlátozások, a nehézségek, és ez arra utal, mint ez a kép is, jelen pillanatban ez egy átmeneti időszak, és később valóra fordul az, hogy ti együtt éljetek, ez az álom, ez megvalósul. Most felteszem a kérdést. Megbízhatsz benne? Szeret ő téged? Ha igen, akkor az inga jobbra fordul ki. Amennyiben nem, akkor az inga balra fordul ki. Ha az inga megáll, akkor minden bizonytalan. Megbízhatsz benne? A válasz igen, ő szeret téged, és megbízhatsz benne. Kedves gyöngy, köszönöm, hogy megbíztál bennem, kívánok neked minden jót, és köszönöm figyelmeteket, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra.